Szeretettel köszöntelek benneteket, a Suri Járó februári adását látjátok. Ezúttal az Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumból jelentkezünk Nyíregyházáról. Bár a legtöbb intézményben ezekben a hetekben a farsangra készülődnek, mégis érdemes határidőkre is figyelni, főként azoknak, akik most adják be jelentkezési lapjukat valamilyen felsőoktatási intézménybe. Erről is szólunk, azonban ne szaladjunk annyira előre, elsőként tekintsétek meg tartalomismertetőnket. Szeretet és következetesség. Egyéni fejlesztést is biztosít a kicsiknek a nyírpazonyi Aranyalma óvoda. Kölcsön kapott föld. Környezetvédelmi vetélkedő mérték össze tudásukat nagyszülők és unokák. Versenyre fel. Matematikából, magyarból és rajzból indított levelezős vetélkedőt a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. Szeretet és következetesség, ez a jó óvodapedagógia mottója, és ez az elvhez hűek a nyírpazonyi Aranyalma óvodapedagógusai is, akik azt is garantálják, hogy nem múlik el nap móka, kacagás, no és persze tanulás nélkül. Kömény magosleves, párizsi csirkemellszelet, párolt rizs és tartármártás a pillangó csoportban. Ebédelnek a nyírpazonyi nagycsoportos óvodások, akik valamennyien tudják, mi a dolguk. Maguk merik ki levesüket, a napos pedig összeszedi az üres tányérokat. Az óvoda 7 órakor nyit minden reggel, a gyerekeknek 8:30-ig kell beérniük. Délelőttönként különböző foglalkozásokon vehetnek részt a kicsik. Ezek során egyéni képességfejlesztést biztosítanak a pedagógusok. Cselekvéses ismeretnyújtáson alapuló egyéni képességfejlesztés című programot írtunk mi saját magunknak ebben az óvodában. Ez egy nagyon jó bevált program számunkra, és ennek alapján dolgozunk, mivel a gyerekek különböző időpontban érnek, ezért mi nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni képességfejlesztésre. Ebben segítségünkre vannak a kistérségi társulás szakemberei. Kistérségi társuláson belül kaptunk logopédust, pszichológus, fejlesztőpedagógust, ők is segítenek ebben a munkában, és minden gyereknél az egyéni fejlesztésre fókuszálunk. A napi munkamenet során viszont ez nem lehet könnyű az óvodapedagógusnak, hogyan tudják tulajdonképpen olyan irányba terelni a gyerekeket, hogy akinek még lemaradása van, az zárkózhasson fel a többieknek, és aki már előrébb jár, az ne veszítsen tehetségéből, hanem kamatoztassa azt. Ezt is megpróbáljuk úgy megoldani, hogy a gyerekek ezt ne is vegyék észre, hogy különböző fejlettségűek, de differenciáltan adjuk számukra a feladatokat, úgy készülünk a napi tevékenységre, hogy mi ismerjük a gyerekeket, és ennek alapján adjuk a számukra a feladatokat. Ebben is segítségünkre vannak a szakemberek. Nem telt unalmasan az elmúlt néhány hónap és a nyár, hiszen nagyon sok fejlődést tudhat maga mögött az óvoda. Melyek azok, amelyekből leginkább profitálnak az itt dolgozók és az itt tanuló gyerekek? Nagy örömmel mondhatom el, hogy a legnagyobb beruházásunk a nyilászárók cseréje volt. A fanyilászárókat műanyagra cseréltük, ez megmutatja majd a tél, hogy mennyivel kell kevesebbet fűtenünk. De a kényelmünket és a gyerekek kényelmét szolgálja a parketta rendbetétele, felcsiszolták, fellakkozták, kifestették a csoportszobákat és a kiszolgáló helyiségeket is. Új bútort kapott az egyik csoport, a folyosóra minden öltözőszekrényt kicseréltünk. Új öltözőszekrényeket kaptunk, textíliákat pótoltunk, szőnyeget vettünk, tehát elmondhatom, hogy az önkormányzat nagyon támogatott bennünket. Az udvarra, az udvari játékokhoz a betonból készült homokozókat szétbontottuk, helyébe fából készült homokozók lettek, és a Széchenyi utca felől új kerítést is kaptunk, amit már nagyon régen vártunk, és nagyon-nagyon örülünk neki. Tervekből és elképzelésekből azonban még van a tarsolyban, melyek lennének a legfontosabbak a jövőben. A mi óvodánk nagyon régi óvoda, és folyamatosan bővült, és most is tervben van a bővítés. Nagyon hiányzik a számunkra a tornaszoba. Ezzel együtt tornaszobát szeretnénk építeni, de ezzel együtt kiszolgáló helyiségeket is szeretnénk hozzáépíteni az óvodához, az elkülönítő szobát és nagy álmunk a sószoba kialakítása is, ami a gyermekek egészségét óvná.
A közös foglalkozások során a gyerekek testnevelés, irodalom, ének ismereteit bővítik, de környezetismeret, ábrázolás és matematika is szerepel az oktatási palettán. Ezek során kisebb csoportokban egyéni fejlődésük szerint tanulhatnak az óvodások. Ebéd után a megszokott napi rutin szerint fogmosás következik, majd a gyerekek alváshoz készülődnek, ahol szintén mindenki együtt dolgozik. Kipakolják az ágyaikat és pizsamába bújnak, hogy kényelmesen tölthessék a délutáni siestát. Természetesen ekkor sem feledkeznek meg a tanulásról, verssel zárják a nap első felét. A család-gyermek-pedagógus kapcsolat példaértékű az Aranyalma óvodában, ahol rendszeresen tartanak ünnepségeket. Ősszel az Aranyalma hét keretében kiránduláson vehetnek részt a gyerekek, az iskolával pedig családi napot tartanak. Emellett jótékonysági esten vehetnek részt a családok, az ebből származó bevételt az intézmény szépítésére használják fel. Támogató jegyekből vették például ezt a szekrénysort is, amelyben a szebbnél szebb játékokat és eszközöket tárolják. A hagyományos népi ünnepeket is megtartják, húsvétolnak, várják a télapót és karácsonyra díszítenek. Most pedig a farsangra készülődnek. A 22 fős katica csoportban már csak a dekorációkat kell helyükre tenni. Azért készítjük feketéből és piros pöttyösből, mert ez a csoport a katica csoport. És ezt össze fogjuk tűzni, többet összetűzünk, és akkor ezt fogjuk majd. Ezt felhősítitek majd a, így van, négy a mennyezetre, és akkor még piros-fehér pöttyös lufit lesznek közé rakva. És hogy ünnepítek majd a farsangot? Hát a gyerekek beöltöznek mindenki, nincs meghatározva, hogy ki minek szeretne, és reggeltől télig megy a buli. Majd jönnek hozzánk vendégművészek, akik fognak nekik zenélni, és akkor zene, tánc. A mindenki beöltözik, azt jelenti, hogy még a szobornénik is? És mi is beszoktunk igen öltözni. Kulisszatitkot lehet már tudni, hogy ki hát mi? Nem publikus. A versünkben is benne van, hogy majd mindenki derül. Az Aranyalma óvodában 96 gyerek tölti mindennapjait négy csoportban. 8 pedagógus és 4 dajka vigyáz rájuk. A nyírpazonyi óvoda 2001-ben kapta az Aranyalma nevet, fennállásának 75. évfordulójára. Nagyszülők és unokák alkottak csapatokat és mérték össze tudásukat és a rátermettségüket a kölcsönkapott föld vetélkedő sorozat alkalmából. A régió 5 legjobb csapata Nyíregyházán a Kodály Zoltán általános iskolában találkozott február 3-án. Minél korábban megtanulják a gyerekek a környezetvédelem fontosságát, annál nagyobb gonddal védik majd természetünket felnőttként is, mondják a pedagógusok. Nem csak környezetismeret órán hívják fel azonban a föld megóvására a figyelmet, a Kéve Alapítvány versenyt is rendez minden évben, amelynek célja, hogy tudatosítsa, mi magunk is sokat tehetünk környezetünkért. A Kéve közösségfejlesztő és szabadművelődési alapítvány 1997-ben indult, hogy a klasszikus, kulturális, értékvédő és karitatív tevékenységek túl szakmai, technikai és gazdasági szolgáltatásokat nyújtson a civil társadalom szereplőinek. A kölcsönkapott föld nagyszabású országos programja során az ország 6 régiójában rendeznek a levelező fordulók legjobbjainak döntőket, így Szegeden, Szombathelyen, Miskolcon, Székesfehérváron, Pécsett, Kaposváron is tartanak megmérettetéseket Nyíregyháza mellett, ahol február 3-án hívták össze a szülőket, nagyszülőket és a gyerekeket. Tulajdonképpen az indítatás az volt, hogy együtt megszólítsák egymást a generációk, a nagyszülők megtanulhassák a fiataloktól azokat a technikákat, például internet használatot, szelektív hulladékgyűjtést, egyéb új dolgokat, amik esetleg hozzájuk kevésbé jutnak el. Az unokák pedig megtanulják a nagyszülőktől azokat a régi praktikákat, amiket nagyon jó lenne, ha feleleveníthetnénk, befőzés, hogyan lehet otthon megcsinálni bizonyos dolgokat, ahelyett, hogy a hipermarketekbe ötször lecsomagolva vennénk meg ezeket.
Maga a cím eléggé beszédes, mégis a fiatalok, ugye a tanulók, általános iskolás gyerekekről van szó, mennyire fogékonyak egy-egy ilyen versenyre? A cím maga azt akarja, a mottónkat tulajdonképpen, hogy a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön, és hál' Istennek nyitott kapukat döngettünk az egész országban mindenütt. Nagyon sok ökoiskolával vettük fel a kapcsolatot, akik boldogan jöttek játszani, és 430 csapat jelentkezett az ország minden tájáról. Most már itt a régió, az észak-alföldi régió 5 legjobb csapatát látjuk versenyezni, a többieket meghívtuk közönségnek, illetve hát otthon követhetik interneten a játék további folyamát. Hogyha jól tudjuk, akkor 3 fordulón már túl vannak, mégis ezeket hogyan lehetne összegezni, nyugtázni, milyen élményekkel gazdagodott akár az alapítvány, akár a gyermekek? Mi biztos nagyon sok mindennel. Alapvetően rengeteg pályamunka érkezett, tehát mondom 430, és itt, hogyha megnézi bárki ezt a honlapot, akkor látja, hogy komoly kérdések is voltak, aminek bizony utána kellett böngészni. Nem volt nagyon egyszerű a feladat, valamint akciófeladatokat kértünk, hogy ott helyben, a saját maguk környezetében mit tudnak tenni. Kellett készíteni egy kompozíciót hulladékokból, interjút készíteni a nagymamával, és egyéb tényleges aktivitást kívánó dolgok is voltak a játékban. A program lebonyolításában a Pedagógus Természetbarát Egyesület segített, amely idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Megalakulásunk óta folyamatosan minden évben többször is rendezünk a gyermekek mindenféle korosztályának, alsó tagozattól középiskolásig különböző versenyeket, és nagyon nagy szerencsének tartom, hogy a Kéve Alapítvány minket választott ki arra, hogy segítsük itt ezt a régiós versenyszervezést, mert én úgy gondolom, hogy semmi nem elég felhívni a figyelmet, semmilyen alkalom nem elég, illetve kevés ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmet a környezeti veszélyekre, az ártalmakra, ugyanakkor meg kell tanítani a gyerekeket, illetve a nagyszüleiket is arra, hogy ezzel együtt kell élni. Tehát megszüntetni ezt nem fogjuk tudni, de én úgy gondolom, hogy ez a vetélkedő is arra lesz alkalmas, hogy megmutassa, hogy hogyan lehet normálisan élni, védeni a környezetünket. Az Egyesület számára a Kéve Alapítvány megkeresése inkább kitüntetés vagy kihívásnak bizonyul? Most inkább a kihívás az, ami előtérbe kerülhet, annál is inkább, mert ugye régiós verseny lévén, hogy a felhívásunkra, a mozgósításunkra több iskola is indult, és a megyéből 3 iskola is bejutott erre a vetélkedőre, úgyhogy én nagyon büszke vagyok ezekre a gyerekekre. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 3 iskola jutott be a régiós döntőbe, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola, a Kodály Zoltán Általános Iskola, valamint a Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda. A szervezők szerint a diákok csak akkor aktívak egy ehhez hasonló versenyre való felkészülésben, ha maguk a pedagógusok is örömmel vesznek részt a programban. A térség diákjai szívesen készültek a megmérettetésre, többségük azonos módszerekkel tanult. Az internetről letöltöttük a régebbi verziókat ennek a versenynek, és arra készültünk, meg töltögettünk le, például ilyen, mint a Tisza, hogy megszennyeződött a ciánnal, meg Vörösi Szap, meg ilyeneket. Nekem a keresztrejtvényes, mert olyan dolgokat tudtunk meg, hogy mivel nem lehet etetni a madarakat télen, meg hogy milyen szennyeződéseket csináltak a cián szennyeződés meg a mexikai öbölben. A tanárokkal internetről letöltöttek ilyen dolgokat, hogy mi volt a Tiszánál, meg a mexikai öbölben. Otthon pedig keresgettünk az interneten ilyen környezetvédelmi dolgokat. Reméljük, hogy elsők leszünk, sokat készültünk, és jött velünk nagy szurkolótábor is, úgyhogy a kedvenc feladatunk, hát leginkább a ilyen keresztrejtvények voltak, és hát nem voltak olyan nagyon nehezek, főleg meg a segítségnek az internetet is lehetett használni, úgyhogy örülünk, hogy bejutottunk. Nekünk az iskola szólt, hogy van ilyen környezetvédelmi is vetélkedő, és hát keresek ilyen jelentkezőket, és hát megpróbálkoztunk vele. Volt egy olyan nap, amikor így a tanárok és mi is összejöttünk és tanultunk. Interneten keresztül, meg a tanár úr segített nekünk, meg könyvtárba is jártunk. Főként persze a
természetvédelem, és azon belül, ami a légkörben mi van, meg ilyenek. A keresztrejtvény tetszett nekem. Ez olyan összetett, és az úgy könnyebb volt megcsinálni. A tesztek meg a kvízek. Legfőképpen ezek a környezetvédelmi kérések, hogy hogy védjük a környezetünket. Elővettük a tankönyveket, meg nagyon sokat készültünk. Szerettünk volna mi is egy ilyen vetélkerőben részt venni. A legjobb csapat Székesfehérváron vehet részt a legek döntőjében, ahol 6 régió legokosabb és legügyesebb diákjai versenyeznek majd. A résztvevők kerékpárokat és digitális fényképezőgépeket nyerhetnek, valamint megszerezhetik a legkörnyezettudatosabb csapat címét. Régiunkat a nádudvari Zöldnád csapat képviseli a döntőben. A kölcsönkapott földversenyre egyébként összesen 430 csapat regisztrált. A csapatokban 3-3 idős és 3-3 gyerek dolgozott együtt. A megye 90 általános iskolájából több mint 1000 diák jelentkezett az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium levelezős versenyére. A megmérettetést idén 7. alkalommal szervezte meg az intézmény. A 4. és 6. osztályos diákok magyarból, matematikából és rajzból mérték összetudásukat. 4. K-osztályos vagyok, és Vántus István általános művelődési központból jöttem. Akkor neked is ez az első ilyen jellegű megmérettetésed, és ugye ez a 3. forduló. Hogy tetszettek az előző fordulók? Kicsit nehezek voltak, de nagyon tetszettek. Milyen jellegű feladatokat kaptatok? Melyikre emlékszel vissza? Hogy Y-osé, pontosé, meg ilyen keresztrejtvények voltak. És hogyan készültetek az intézménybe erre a megmérettetésre? Tanárnéni nyomtatott nekünk ilyen feladatokat. Sokat. Mennyit készültetek? Hát sokat így, ilyen több mint 5 oldala. Milyen eredményre számítasz? Remélem, benne leszek az első 10-be. Ilyen lelkesek a Kossuth Lajos Gimnázium versenyzői, akik Szabolcs-Szatmár-Bereg szinte valamennyi területéről érkeztek a megyeszékhelyre. A nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium életében hagyománya levelezős verseny megrendezése. Ebben az évben 7. alkalommal hirdettük meg. Annak idején 7 évvel ezelőtt még csak az általános iskolák 4. osztályosainak hirdettük meg, és először azt hiszem csak magyar tantárgyból, aztán rövidesen társult ehhez a matematika és a rajz is. Tehát a kicsik, a negyedikesek 3 tantárgyból versenyeznek évről évre, és rengeteg iskola vesz rajta részt. Körülbelül 4 évvel ezelőtt a 6. osztályosoknak is meghirdettük ezt a levelezős versenyt. Ők ugyanezen tantárgyakból, matematika, magyar és rajz tantárgyakból versenyezhetnek, és 3 éves hagyománya van annak, hogy a 8-osok részére is hirdettünk levelezős versenyt. Nekik idegen nyelvből, angolból és németből, illetve történelemből hirdettük meg ezt a versenyt. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ebben az évben a megye általános iskolái közül 90 általános iskola nevezett be ebbe a versenybe, és a 90 iskolából a 3 korosztály tekintetében több mint 1000 tanulónak küldtük ki a feladatokat, és küldték vissza az első 2 forduló után. A 3. évfordulót azt tudatosan ide a gimnáziumba szervezzük, hogy egy kicsit találkozzanak ezzel a műemléképülettel, ismerjék meg a megye első legöregebb gimnáziumait, a diákok, tanulók tudjanak arról, hogy itt van egy műemlékkönyvtár, ahol majd később ők fontos kutató tevékenységet folytathatnak esetleg. Ezzel a céllal szervezzük. A 4. forduló az már egy csökkentett létszámmal a legjobbaknak szerveződik, és hát értékes jutalmakat szoktunk ilyenkor osztani a győzteseknek. Milyen nyereményekre számíthatnak a legjobbak? A legjobbak, van Kossuth emlékérmünk, amelyet a 200 éves évfordulóra adtunk ki, ezt megkapják az első helyezettek. Azon kívül az iskola rajzosai készítenek szintén egy emlékérmét, amelyet megkapnak a versenyzők, és könyvjutalmak szoktak szerepelni. Illetve mindig van valamilyen tárgyi ajándék is még, amihez társul egy-egy toll az iskola logójával, hasonló dolgok. A hagyományos értékmegőrzés meghatározó eleme a hitoktatás, amely a pedagógusok és diákok mindennapjainak sarokköve is a Kossuth Gimnáziumban. Bármi evangélikus gimnázium vagyunk, egy befogadó intézmény vagyunk, akik bármely felekezethez, vagy akár felekezethez még nem tartozunk,
tartozó diákokat egyaránt fogadunk, és egyházi iskola révén a hitoktatás nálunk fontos órarendi tantárgy, osztályozott tantárgy, és nagyon fontos az, hogy nálunk négy felekezett lelkészei és hitoktatói egy hit a munkaközösségen belül példamutató értékű együttműködéssel és nevelőmunkát folytatnak itt a diákok között. Különösen kiemelném a lelki gondozást, ami nagyon fontos terület ebben az oktatás mellett, és nagyon fontos az, hogy már szintén hagyománnyá számít, hiszen harmadik éve itt a gimnáziumban megszervezzük a kis ökumenét, ami nagy ökumené olyan szempontból, hogy nálunk egy hónapig tart ökumenikus hónap, amikor valamennyi hitoktatásban résztvevő felekezett lelkésze hasonlóan a nyíregyházi ökumenikus imahéthez iskolai diákistentiszteleteken igét hirdet, és megismerkedünk a különböző egyházak liturgiájával. Az elmúlt három évben pályázati forrást felhasználva több szempontból is megújult az intézmény. Mintegy 80 millió forint értékben történtek fejlesztések az elmúlt három és fél évben. Ezek között vannak NFÜ-s pályázatok, tehát Európai Uniós pályázatok, NKA, NCA pályázatok, illetve a Magyarországi Evangélikus Egyház által meghirdetett pályázati eszközfejlesztési lehetőségeket is ki kell, hogy emeljem. Tehát ezek voltak a legfontosabbak, ahová mi pályáztunk, és ezek keretében történtek informatikai fejlesztések, nagyon fontos, hogy a tanulók rendelkezésére közel 40 laptop áll a rendelkezésre, ennek fele egyéni munkára, tehát 20 tanuló kapja meg személyre szólóan ezeket a laptopokat, és minden órán használja, a másik fele pedig csoportmunkákhoz használjuk bármilyen tanórán. Digitális tananyagok, a kondicionáló terem fejlesztés, a gyógytól testneveléshez szükséges eszközbeszerzés, ami kiemelkedő volt ebben. Nem felejtkezhetünk el a műemlékkönyvtár felújításáról, közel 11 millió forint értékben, és a mászófal, ami szintén a testneveléshez kapcsolódik, ami azért elég unikumnak számít, még a városban is, Nyíregyházán tudomásom szerint kettő van csak a városban, az egyik a miénk. Az iskolában lévő közel 10 000 kötetet tartalmazó műemlékkönyvtár országosan is egyedülálló. 1843-ban alapította a gimnázium tantestülete. A 16. századtól a 18. század végéig datálható könyvritkaságok is megtalálhatók itt. A fizikai erőnlét fejlesztéséhez pedig közel 2 millió forint értékben egy 8 méter magas mászófalat alakítottak ki. Ezt a szolgáltatást nem csak az intézmény diákjai, hanem más tanulók is igénybe vehetik. Február 15-ig adhatják be jelentkezési lapjaikat azok, akik szeptembertől valamilyen felsőoktatási intézményben szeretnének tovább tanulni. Híreink következnek. Még 6 napjuk van azoknak, akik felsőoktatási intézménybe szeretnének jelentkezni. A határidő az előző évekhez hasonlóan február 15-e, ezután már csak egyszeri sorrendmódosításra lesz lehetőség. A tapasztalatok szerint minden évben sokan vannak, akik az utolsó pillanatra adják a jelentkezést, pedig nem érdemes a végsőkig várni, hiszen a kapkodás miatt nőhet a jelentkezési lap hibás kitöltésének esélye. Ez azonban elkerülhető az e-felvételi használatával, ám ekkor is érdemes a határidő előtt megkezdeni a jelentkezést. Az elmúlt évekhez képest közel 900-al több képzés indul a különböző szinteken. Több mint 3000 alapképzés, közel 1500 felsőfokú szakképzés és majd 3500 mesterképzés közül választhatnak a felsőoktatásba készülők. A jelentkezési díjak nem változtak, idén is 9000 forint az alapdíj, ezért az összegért 3 képzésre lehet jelentkezni. Aki ennél több helyre szeretne felvételizni, annak jelentkezésenként 2000 forintot kell fizetnie. Érdemes elkerülni az utolsó napok rohamát, mind a papír alapú, mind pedig az elektronikus jelentkezés esetében. Az elektronikus jelentkezéshez a www.felvi.hu oldalon regisztrálhatnak a jelentkezők. Az írásos lap pedig megtalálható a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban, de beszerezhető még az edukáció ügyfélszolgálatain, a felsőoktatási intézményekben, valamint a megyei kormányhivatalokban. A jelentkezési határidő tehát 2011. február 15-e éjfél.
A DUE média hálózat 21. alkalommal ír ki tehetségkutató diák média pályázatot, amelyen bármely iskolatípus tanulói, szerkesztőségei indulhatnak. Kizárólag saját munkákat fogadnak el, a részvétel felső korhatára 25 év. A pályaműveket a kategóriákon belül 3 korcsoportban értékelik: általános iskola, középiskola és felsőoktatás. A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet beadni. Számos kategóriában nevezhetnek a jelöltek, keresik az év diákújságíróját, diáklapját, diákrádiósát, diákfotósát, az év online diákmédiumát, videóújságírót és mentort. A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet beküldeni. A feltöltő felület február 1-től már elérhető a DUE média hálózat honlapján, a www.due.hu weboldalon. A pályázatok leadási határideje 2011. március 10. Az új közoktatási törvény megalkotása előtti utolsó módosítás értelmében hatályon kívül helyezik a tanítási időrendre vonatkozó jogszabályt, mely szerint 2006 óta 2 havi keretben kell megszervezni a pedagógusok munkáját. Az intézmények így megszabadulhatnak adminisztrációs terheiktől, a pedagógusok pedig mihamarabb hozzájuthatnak a pénzükhöz. A 2006-os rendelkezés szerint a pedagógusok munkáját legalább 2 havi úgynevezett tanítási időkeretben kell megszervezni. Az időkereten felül teljesített többlet tanítását kaphattak a tanárok óradíjat, a csak nem 5 évvel ezelőtti változás célja pedig az volt, hogy ténylegesen csak a következő óraszám feletti tanítást lehessen kifizetni. A gyakorlatban viszont ez egy plusz adminisztrációs terhet jelentett, ráadásul a pedagógusok a túlóra pénzüket leghamarabb 2 havonta kapták meg. A rendelkezés tehát nem működött jól, egyes esetekben pedig alkalmazhatatlan volt. Indokolják a törvénymódosítást a KDNP politikusai. Ez volt a Suli Áró februári adása. Az oktatás legfontosabb kérdéseivel, valamint friss farsangi beszámolókkal legközelebb, egy hónap múlva, márciusban várunk titeket. Munkatársaim nevében mára megköszönöm megtisztelő figyelmeteket. Sziasztok!